Azt hiszem megrakadom a mikrofont, és szeretettel köszöntök mindenkit, aki eljött ma esti könyvbemutatónkra. Borsi Kálmán Béla új könyvét, Elvetélt bizánci reneszánszból Nagy Románia című, kivételesen izgalmas, ugyanakkor rendkívül elvont és nagyon nagyfokú tudományossága és rengeteg ismerettel megírt kötetét fogjuk ma megismerni közelebbről. Arató György ismerteti majd nekünk, és ő beszélget a szerzővel. Én a Magyar Szemle főszerkesztőjeként üdvözlöm Önöket, és azt úgy terveztük a mai estét, hogy körülbelül egy szűk egyórás beszélgetést fogunk meghallgatni. Azt hiszem a téma avatott szakértőitől fogunk nagyon sok érdekes és megszívlelendő információt kapni, és gondolom, hogy mindnyáján nagyon sokat fogunk ebből tanulni. Szeretettel köszöntök mindenkit, különös tekintettel a leghátul lapuló Filip Tamás Gusztávra, aki a kötet meghatározó szerkesztőjeként nagyon sokat tett azért, hogy ez a könyv ilyen legyen és jó legyen. Úgyhogy Isten hozott téged, és köszönjük szépen, amit tettél a könyvért. A házon belüli szerkesztés munkáját Stammler Áber végezte. Azt hiszem, az ő áldozatos, odaadó és rendkívül figyelmes munkája nélkül ugyancsak nem lett volna teljes értékű ez a kötet. A jegyzetanyag, a rendkívül kiterjedt, bonyolult, összetett jegyzetanyag gondozása volt, azt hiszem, az a kiemelten nehéz feladat, amit példás odaadással és kitűnő minőségben tudott elvégezni. Úgyhogy ezért neki is nagyon köszönöm a munkáját. Át is adnám majd neki a szót, de előzőleg technikai okokból azt fogom javasolni, hogy a köszöntő után én is le fogok ülni, mert a felvételhez a gépeknek az a jó, hogyha nem föl-le ugrálnak a fejek a képeken, hanem szépen egy sorban fogunk ülni, egy magasságban. Ez amúgy azt hiszem, hogy nem a tiszteletlenséget, hanem a demokratikus hozzáállásunkat bizonyítja remélhetőleg. Úgyhogy köszönöm szépen, és akkor Ábel, tőled várnék néhány szót a kötettel kapcsolatos élményeidről, tapasztalataidról, mert végül is az ilyen könyveket először a szerző után a szerkesztők és a korrektorok szokták elolvasni végig, és ez mindig egy különleges beavatási szertartást is jelent mindannyiunk számára. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy eljöttek, és akkor hallgassuk Ábert néhány szó erejéig. Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Hát nyilván a kötet oroszlán része az Borsi Kálmán Béla munkája, szükségszerűen. Tehát azért ő is megérdemli a... És valóban másodszorban pedig rögtön utána Filip Tamás Gusztáv volt, aki tartalmilag szerkesztette a könyvet, és ahogy Gazi is mondta, ilyen belső szerkesztőként. Szóval én voltam a robotikusabb munkának az elvégzője, és a tördelővel és a nyomdával tartottam a kapcsolatot, tehát nekem szakmailag nincs sok közöm se a témához, se a könyvhöz, könyvészetileg annál több. És hát nagyon örülök neki, hogy végül sikerült ebben a formában kihoznunk, és ahogy most itt, talán nem árulok el nagy műhelytitkot, hogy most itt megbeszéltük, hogy mindketten végignéztük a könyvet, és elégedettek vagyunk, mert kevés hiba maradt benne. Minden, ami benne maradt, az én számlámra írható. Egy vallomással tartozom önöknek. Én nem tartozom azok közé, akik a Európa legrégibb román tanszékének a növendékeinek mondhatják magukat. Nem vagyok avatott szakértője a románság történetének. Történészként és levéltárosként végeztem ugyan, és több fél éven át koptattam Borsi Kálmán Béla professzor úr szobájának a székeit. De elsősorban az a nemzet
tudattörténeti szál vonzott ehhez a kötethez, és tanár úr munkássága révén ehhez a kötethez, amely itt a közelgő trianoni centenárium környékén azt hiszem, hogy számunkra magyar nemzettudatról gondolkozó értelmiségiek számára is éppen a román vagy a lengyel példa mentén egyre elkerülhetetlenebb, hogy terítékre kerüljön. Ugye különböző álláspontok feszülnek egymásnak a történeti diskurzusban arról, hogy a nemzet, mint közösségszervező erő, vagy történelmi jelenség a világban minek köszönhető, és hogy a léte az egy szükségszerű valóság-e, vagy talán inkább egy képzelt valóság, egy képzelt közösség. Akár mi mellett köteleződünk is el, azt hiszem, hogy igazat kell adnunk John Lukács, magyar származású amerikai történész szavainak, aki egy nagy sikerű esszéjében azt írta a 20. század értékelése kapcsán, hogy ugyan úgy tűnt, hogy a birodalmak korának tekinthetjük ezt az évszázadot, hiszen gondoljunk csak a bolsevik vagy a náci birodalmak, ideológiák államépítő és az emberiséget, a civilizációt átrendezni akaró politikai sikereire. Mégiscsak a nacionalizmus győzedelmeskedett, de legalábbis a nemzetek voltak azok a hivatkozási pontok a világtörténelem meghatározó struktúráinak az alakításában, amelyek végül is a világ mai állapotát és konfliktusait, vagy éppen szövetségi rendszereit politikai rendezőelvként és identitás elemként, hívószóként meghatározzák. Hogy egy egészen friss magyar tudományos emlékezet definíciót idézzek, azt mondhatjuk, Esvarga Pált idézem, hogy fenomenológiai értelemben tehát azt a képzetes közösséget nevezhetjük nemzetnek, amelyet egy bizonyos társadalom szereplői a honi világukban érvényes, szimbólumokban tárgyiasuló és tradicionálisan továbbadódó közös gondolattárgy konstrukciók és hálózatuk hordozójaként és fenntartójaként tartanak számon. Egy kicsit egyszerűbben szólva, a nemzethez feltétlenül szükséges egy társadalom, mint biom, és egy honi világ, amely talán tradicionális, tehát öröklött, vagy magunk által képzelt gondolattárgy konstrukciót jelent, és ennek a honi világnak a hordozója, vagy megélője, éltetője az, amit nemzetnek nevezünk. És rögtön hozzá is fűzi az emlékezet kutatója, hogy a nemzet tudományos megközelítésének e szerint nem az a feladata, hogy valamiféle objektivitás alapján levizsgáztassa az egyes nemzetek által konstituált szimbolikus érzelemvilágokat, hanem az, hogy megértse saját szerűségeiket, és ezzel segítse működésüket, illetve egymás közötti kommunikációjukat. Tavaly decemberben, tehát nem is olyan régen volt 100 éve, december 1-én, hogy a gyulafehérvári nemzetgyűlésen kicsit több mint 1200 küldött, proklamálta a Tiszától a Kárpátokig terjedő, akkor a Magyar Királysághoz tartozó területeknek a Román Királysággal való egyesülési szándékát. Ezt tartották most is tartó hivatalos emlékévben keleti szomszédaink az ő nagy centenáriumuknak, és mi talán nem feledkezünk meg arról, de sokkal kevésbé van jelen a közvéleményben az a tény, hogy néhány héttel ezután, az esemény után, 1918. december 22-én volt egy közel, vagy talán több is, mint 30-szor akkora nemzetgyűlés Kolozsvárott, amelyen pedig a magyar szász, és hozzá kell tennünk, hogy román jelenlévők proklamálták Erdélynek Magyarországhoz tartozási szándékát. A december 22-i kolozsvári nemzetgyűlésnek a határozata nem foglalkoztatta a politika csinálókat, a december 1-i pedig máig hivatkozási pont, és egy olyan sikertörténetnek a része, amelyből azt gondolom, hogy éppen a jelképes közeli évforduló okán nekünk is érdemes tanulnunk. Már csak azért is, mert ez a szép kerek ország, amely
keletre található tőlünk, és amelynek egy részén azt gondoljuk, hogy joggal, történelmi okon ma is mi is otthon vagyunk. Ennek a sikertörténete hasonlít egy általunk sokkal inkább ismert vagy ismerni vélt baráti országnak a sikertörténetére, amelyet mi sem győzünk ünnepelni, hiszen részben a mi fegyvereinkkel, a mi összeomlott államiságunk maradék fegyveres erejével sikerült kivívniuk azt a világtörténelmi szinten jegyzett csodát, ahogy ők nevezik, amely ugye a lengyel, hiszen Lengyelországra utalok, a lengyel függetlenségnek és a tavalyi idén is tartó lengyel centenáriumnak az alapja. A Visztulánál lévő csoda, vagy a gyulafehérvári népgyűlésnek a tanulságai, azok bizonyos szempontból egy lapra is tartozhatnak, és azt hiszem, hogy a magyar historiográfiában jobb hagyományok ellenére sem divat a mai napig sem, annak a tőlünk valóban eltérő, de többnyire csak diplomáciai blikfangokkal minősíteni szokott mentalitásnak az értelmezése, amely Európában, mint itt a román politika csinálásnak a módszertanára és stílusára gondolok, amely ugyan Magyarországon a mai napig hát gúnnyal és ellenségességgel van kezelve, és ennek ellenére azt mondhatjuk, hogy száz éve, több mint száz éve segít fönntartani azt a román államkoncepciót, amelynek köszönhetően ma azon a területen, amelyen mi is otthon éreznénk magunkat, nem mi vagyunk az urak. Kevés olyan történész van, kevés olyan tudományal foglalkozó szakember van a hazai közéletben, aki nem csak, hogy rálátna, vagy tehetsége révén rálát és ír erről a problémakörről, hanem ismeri a kérdés nemzetközi szakirodalmán kívül azokat a forrásnyelveket is, amelyeken elsősorban ez a kérdéskör tanulmányozható. Borsi Kálmán Béla professzor úr 22. könyvét mutatjuk ma be. 21. Előre szaladtam, elnézést, de ami... Túl optimista vagy. Éppen decemberben jelent meg egy francia nyelvű köteted, amelyet Párizsban a Magyar Intézetben mutattak be, és azt hiszem, hogyha ezt a sebességet nézzük, akkor ha optimista voltam is, de nem alaptalanul optimista. De még maradjunk ennél a könyvnél, amelynek a címe Elvetélt bizánci reneszánszból Nagy Románia. Egy állameszme etnogenezise. Ez a könyv, engedjenek meg néhány ismertető szót, mielőtt a professzor úrnak kérdések formájában átadnám a szót. A könyv szerkezetéről szeretnék néhány szót mondani. Ez a könyv 4 fejezetből áll, és ezeknek a fejezeteknek az időbeli, vagy éppen tematikai összetartozása egy folyamatosan jelenlévő, de a tartalomjegyzékben mégsem megnyilvánuló, talán leginkább a címben összegződő szál révén sejlik föl, vagy válik világossá. Az első fejezet az Isztambulnak egy város részéről, a Fanar vagy Fener nevű, a világító toronyról Fenernek elnevezett város részről szól, és arról a Fanarióták nevű társadalmi közegről, amely egy politikai magatartás mintát, egy kultúrtörténeti viszonyító pontot teremtett az európai kultúrtörténet peremén a fanariotizmusról. A második fejezet egy, azt kell mondani, hogy filológiai bravúrokkal tűzdelt történészi, szociológiai eszmefuttatás. Ez a leghosszabb része a könyvnek. Ez a macedorománok, vagy arománok, vagy más nevükön cincárok, csincsárok, balkáni és romániai élettörténetéről szól, vándorlás történetéről és arról a társadalomtörténeti szerepről, amelyet a román nemzetalkotásban később betöltöttek. A harmadik fejezet és a negyedik fejezet áll olyan felelgető viszonyban egymással, amely a könyvnek egy hihetetlen historiográfiai távlatot ad, véleményem szerint. Két olyan közéleti személyiségről szól a könyvnek az utója, akik a román
nemzetépítésnek, vagy nemzetté válásnak, ez a pontos kifejezés, nemzetté válásnak akár szimbólumai is lehetnek. Egyik-egyik oldalról, másik-másikról. Alexandru Ipsilanti fejedelem és a Manassi család, vagy Manassi Eliadész család alapító történetéről van szó, akiknek a karrierje és élete földrajzilag eltér jelentősen egymástól, mint hogy ugye Ipsilanti a román fejedelmi székben, Manassi pedig és leszármazottai a magyar nemességben és aztán arisztokráciában kultúra csinálók között találták meg a helyüket. Mégis ez a látszólagos ellentét összefoglalja azt az irányultságot, amely a fanariótáknak a macedo-román népvándorlással való találkozása után a 18. századtól kezdve egészen napjainkig meghatározza a román nemzet történeti alakulásának a képét. Ez egy hatalmas ív, amelynek a belátásához én azt hiszem, hogy ezt a könyvet még sokszor el kell majd olvasnunk, de talán, hogyha mélyfúrásszerűen kérdezünk tanár úrtól az egyes fejezetek előrehaladási sorrendjében, akkor beláthatjuk, hogy ez az ív nem alaptalan. Lehet, hogy nem eléggé vastagon vonta meg a magyar historiográfia vásznán ezt az ecsetvonást, az eddigi diskurzus, de ezután a könyv után azt kell mondanunk, hogy tulajdonképpen olyan nemzetközi és hazai értelmiségi nagyságoknak a munkája, vagy egyfajta rehabilitációja nyomán, akiket itt a későbbi kérdések során végig hivatkozni fogunk. Csak Trócsányi Zsolt nevét szeretném kiemelni közülük, hogyha már az elején a Erdély történetiségével foglalkoztam. Egy olyan ívről van szó, amelyet ezután a magyarországi történeti diskurzusban, amely Erdély és a történeti Magyarország elvesztéséről szól, és amely a következő évszázadok diplomáciai esélyeiről szól, nem hagyhatunk figyelmen kívül. Tanár úr, ha megengeded, én a Fanar vagy Fener városnegyed betelepüléséről szóló bőven adatolt részt átugornám, és szeretnék egyenesen arra a kulcsszóra rátérni, a fanariotizmusra, amely mentalitástörténeti, társadalomtörténeti és diplomáciai szakszóvá is vált a 20. századi történelemben. Szeretnék ennek kapcsán idézni, és az idézetek kapcsán kérni a véleményedet, a kutatásait kapcsán megfogalmazott nézeteidet, hogy mennyire tarthatók ezek a megállapítások. A fanariotizmusnak, mint történelmi jelenségnek és viselkedésmódnak a taglalásakor állandóan szembe ötlik a bizánci, vagy a bizantínus megnevezésnek a használata. Látszik, hogy ez a szakirodalomban attól függően, hogy ki írja nyilván és honnan jön, milyen iskolából, mást és mást jelent. De azt gondolom, hogy mindnyájunk számára érdekes, mert hogy erkölcsi vagy etikai jelentésmezőt hordoz, hogyha ilyen magyarázatokkal találkozunk. Az intrika, a bátorság, az ügyesség és a tudás időtlen idők óta létezett ebben a bizánci társadalomban, tudniillik Isztambul Fanar városnegyedében, ahol az a társadalmi közeg élt, amelyre a fanariotizmus szót használjuk, amelyről kis idővel később minden megérdemelt rosszat elmondtak. Egy örökös rémülettől áthatott, ármányos óvatosságra ítéltetett egyházi udvarban, ahol a szultán dükitörései bármelyik órában megrengethették a fáradtságos munkával emelt hevenyészet építményt, a fanarióta társadalom a kétkulacsosság olyan képességére tett szert, amely nélkül egyetlen napig sem élhetett, és amely, bármennyire elítélendő lehet is a jó erkölcsök világában, nem írtotta ki minden esetben a nemes és hasznos tulajdonságokat sem. A patriarkátus sekrestjéiből, az egyházi tisztviselők félreeső irodáiból minduntalan előbukkant egy-egy írnok, aki valamelyik nagyvezér szeszélyéből,
Szeszély saját ügyessége révén, vagy a vakszerencse folytán fölemelkedett és megvagyonosodott. Később belőlük lettek az 1710-es évektől kezdve a román fejedelemségek vezetői. Előtte és közben pedig a szultáni diplomáciának a hangadói és szürke eminenciásai. Mikor bukkan föl ez a réteg, tanár úr, és mi köze a román politika csináláshoz? Miért ezzel kezdődik ez a könyv? Hát, először ugyanez, erre nem kérdeztél rá, de illik elmondanom, hogy én hogy kerültem egyáltalán kapcsolatba ezzel a jelenséggel, akkor még nem tudván, hogy mit is látok. Én 1974 novemberében kerültem ki először huzamosabb ideig Bukarestbe. Most én egy sült, ha nem is Erdély, egy párciumi ember vagyok, tehát mint a romániai magyarság többsége, és amire az jellemző, hogy erről a bukaresti világról még akkor is keveset tud, hogyha az életkörülményei úgy alakulnak, hogy mondjuk 40 évet el kell töltsön Bukarestben. Na most ezekkel a paradoxonokkal ez alatt az egy hónap alatt már is szembesültem, például azzal, hogy az egyik legpatinásabb román szállodában, az azóta lebontott vagy újjáépített Unionban laktam a város szívében, és mikor érkezésem utáni másnap reggel lementem reggelizni, tehát egy hónapos írószövetségi ösztöndíja voltam kint, 26 éves voltam, akkor feltűnt nekem, hogy a román pincérek egymás közt másképp viselkednek, mint ahogy én azt megszoktam. Hát nem sokat jártam akkor még a nagyvilágban, de azért ide-oda jutottam mondjuk talán Bécsig, meg hát ismertem a budapesti szállodákat is, tehát feltűnt nekem, hogy micsoda hierarchikus viszony van a felszolgáló személyzet között, amiből tehát annyit tűnt fel, hogy milyen dőfősen viselkednek egymással szemben, és milyen, hogy is mondjam, csak deonesztáló módon szól egyik a másikhoz. Tehát, hogy ez egy halatlan hierarchikus valami, amiről fogalma sem volt, hogy micsoda. A másik megjegyzésem, ami ez a 40 éves bukaresti tartózkodást illeti, az a Szemlér Ferenc, nyugodjék békében, egy híres erdélyi származású, azt hiszem brassai származású költő, aki 40 évig élt Bukarest szívében. Nem messze az Unió szállótól, akkor ismerkedtem meg, mert többször meglátogattam. És ez a dolog elkezdett engem foglalkoztatni, már valamit olvastam is róla, és megkérdeztem tőle, hogy ő mit tud erről. És a következőt mondta nekem, mondom, közel 40 év bukaresti tartózkodás után, vagy életvitelszerű jelenlét után, hogy amikor a 20-as években fiatal legényként, tehát ilyen kocsmákban verekedésre került sor, mit tudom én, lánykérés meg egyebek ügyében, akkor mindig elszaladtak. Tehát ennyit tudott mondani az egyik legkifinomultabb Bukarestben élő magyar értelmiségi. És akkor aztán persze elkezdtem utána olvasni, és a jelenlévő Kulin Ferenc, a Mozgóvilág főszerkesztő jóvoltából az első ez irányú fogalmazmányomat meg is jelentette 1981, a Mozgóvilág 81 decemberi számában. Tehát akkor már kezdett bennem körvonalazódni valami, hogy itt azért valami olyan összefüggések vannak, amelyekről Magyarországon szinte semmit se lehet olvasni, vagy ha igen, akkor mondjuk Jancsó Benedek 1895-96-os kétkötetes nagy könyveiben a dako-romanizmusról, de amúgy, hogy ez micsoda, ezt eszik-e vagy isszák erről, a legkifinomultabb magyar történészek sem tudnak gyakorlatilag semmit, néhány sematikus kifejezést a bizantinusról, meg a románok állhatatlanságáról, meg hasonlókkal. De a vakszerencse, ami szó esett, már nem tudom kinek volt, Gobinónak volt ez a... Ez a nem Gobinő, hanem a Sztur... Tehát Mark Philip Szalloniról van szó, aki egy görög származású orvos volt, és a sorsa úgy hozta, hogy az egyik fanarióta fejedelem, Aleko Szucónak volt a házi orvosa, vagy 10-15 évig,
és azon kívül magasrangú török méltóságok orvosa is volt, és belelátott ebbe, az egy okos ember volt, de ne, ő a többiek ellentétben, ő nem ortodox keresztény volt, hanem katolikus, az egyik görög szigetről származott, tehát ő egy kis távolságtartással nézte. Tehát az ő a megindítója, vagy elindítója az egész fanarióta jelenségről szóló szakirodalomnak egy 24-ben, aztán 1930-ban második javított kiadásban megjelent eszé a fanariótákról. De tulajdonképpen egy vitriolos pamflet, mert a fanariótizmus, tehát a fanarióták negatív tulajdonságára helyezi a hangsúlyt. De hogy próbáljam összekötni a dolgokat. Tehát azért, aki itt ülök nagy része, többé-kevésbé járatos a román történelemben, és tudja azt, hogy 1711, illetve 16 és 1821 között majdnem 100 éven át görög származású uralkodók intézték a két fejedelemség Moldva és Havaselve ügyeit. És hát azért a kézikönyvekben is lehet annyit olvasni, hogy hát ezek a Fanár negyedből származó tulajdonképpen görögök, de aztán utána gyakorlatilag minden el van kembe. Ez mindmáig így van. Most azért készültem erre a mai fellépésre is, és nagy segítségünkre van, és különösen a román nemzettudat elvaratlan szálainak és tabuinak a legkiválóbb feszegetője, egy Lucián Bolyán nevű, most 75. évében lévő történész, aki minden évben két vagy három kisebb pamfletszerű történelmi tanulmány kötetet publikál a román társadalom és történelmi fejlődésnek a hogy is mondják ezt magyarul jól, tehát az ellentmondásos szövevényéről, és elég messzire merészkedett el, tulajdonképpen 1997 óta napjainkig legalább, ha jól szállom, 25 kötetet publikált. Tehát óriási historiográfiai tevékenység van mögötte, de ezt megelőzte egy halatlanul tudatos építkezés, mert Franciaországban olyan hátteret teremtett magának a kommunizmus jellegéről, vagy a francia társadalom visszásságainak szintén kiváló elemzéséről, hogy már megengedte magának, hogy 60 éves elmúltán a saját népének, vagy a saját történelmének a visszágságaival foglalkozzék. Na most megnéztem a legutolsó könyvét, ez mostanában jelent meg néhány hete, ahol megint sorra veszi ezeket a mindmáig tabunak tekintett kérdéseket. Egy román történésztől ez egy nagyon-nagyon derék és merész dolog. Tehát a dákoromán kontinuitás elmélettől, a mindenfajta egyéb bevándorlási kérdésekig, vagy a Mihály Vitéázó Vitéz Mihálynak az országegyesítő tevékenységére szóló román mitosznak a dekonstrukciója, és a többi. A 1918-as nagy egyesülésnek a szintén visszás dolgait, és ezeket halatlan, tehát magyarként olvasva is, tehát csak alapot tudunk emelni. És akkor most fogozzanak meg a fanariótákról, a fanariotizmusról egyetlen egy szó sincs ebben a egyébként kiváló munkában. Tehát ez mindenféle önfényező szándék nélkül annyit szeretnék mondani, vagy remélem, hogy majd halálom után ezt majd elmondják rólam az illetékesek, akiket ez illet, hogy én magyarként csináltam meg valamit, vagy igyekeztem megcsinálni valamit, amit nagyon-nagyon bonyolult volt amiatt, és a román jellem, vagy a román nemzetkarakterbe való beágyazottsága és mindmáig tartó heveny léte miatt a román történészek ma sem, a legkiválóbbak sem, nem szívesen piszkálják, mert nem is tudom, milyen jelzőt használjak erre, hát minimum kényelmetlen. Tehát, és akkor elismétlek itt egy önéletrajzi jellegű elemet. Van egy velem egyidős, nálam 10 nappal idősebb mindössze híres román történész, Andrei Pipidi, aki miután elolvasta az én első ezzel kapcsolatos fejtegetésemet, amelyet az egyetem
történész folyóirat a franciára lefordítatott, én akkor még nem tudtam jól franciául, és a következőt mondta nekem valamikor 1982-ben, tehát ezt még senkinek nem mondtam, tehát akik itt vannak, azok, hogy is mondjam, kivételt jelentenek, hogy neked az lesz a feladatod, hogy írd meg ezt helyettünk, mert mi nem tudjuk megcsinálni. Mondta nekem 82-ben Andrei Pipidi, aki körülbelül akkora szaktekintély Románia, mint nálunk mondjuk Romsi Csignác, vagy nem is tudok most mást mondani, vagy Szegfű Gyula régen mondjuk, Kosári Domokos. Tehát ő mondjuk a román történetírás Kosári Domokos. Ezt mondta nekem, hogy ez úgy néz ki, hogy ezt neked kell megcsinálni. És én ezt nem felejtettem el, ezt az intelmét, és ugyan egészen más dolgokat csináltam nagyon-nagyon sokáig, de egy furcsa véletlen folytán, amire majd rákérdezel, vagy nem. 2016 novemberében nekifeküdtem, és egy ültömben 3 hónap alatt megírtam ezt a könyvet. Most rákérdezek. Jó, kérdezem. Tehát, és megmondom, hogy miért tehettem meg. Tehát ezek a részletek nem szerepelnek a könyvben. Tehát még azokat se fenyegeti, akik esetleg elolvassák a könyvemet, amelyben mindig szkeptikus vagyok, mert Magyarországon legtöbbször azt történik, hát nyilván az itt lévő kivételek, hogy úgy hivatkoznak művekre, hogy nem olvassák. A recenziókat is úgy írják, akinek nem igen, ne vegye magára. Nyilván sok a kivétel is. Na, de visszatérve, azért tudtam megcsinálni, mert a sors megint úgy hozta, hogy kapcsolatba kerültem egy nagyon fontos, nagyon tekintélyes emberrel, aki hosszú éveken át, vagy 25 éven keresztül a Commission Européenne, tehát az Európai Bizottság legmagasabb rangú magyar származású főtisztviselője volt. Az utolsó 15 évében a Commission Européenne 8 szekciójának, vagy 8 részlege egyikének, és éppen a legtöbb pénz volt, tehát a petrokémiai részlegének a vezetője volt, és úgy hívják, hogy Osváth György. Tehát sokan ismerik a nevét. Ő úgy szerepel a magyar köztudatban a rendszerváltás, rendszerváltozás, rendszerváltoztatásnak nevezett, én bűvész mutatványnak hívom, mert még pontosan nem tudjuk, hogy mi történt. Nagyon fontos dolgok történtek, de nem biztos, hogy arra mit gondolunk róluk. Szóval ő volt az egyik külföldi, hogy is mondjam, csak kulcsfigurája, mert Antal József a rendszerváltás, változás, változtatás egyik legnagyobb alakjának, ő volt az első számú külügyi tanácsadója, és hát tényleg egy óriási kapcsolatrendszerrel rendelkezett. Na, ez az úr, Isten nyugosztalja, mert 2017. október 27-én jobb létre szenderült, hosszú ideig nyomozott egy olyan történész után, aki meg tudná írni az ő unokaöccsének, illetve bocsánat, unokabátyának, unokanagybátyának, a Temesvári Levente per fő kolomposának, diák vezetőjének, ifjú Nyámesni Mihálynak a történetét. Tehát ő, hogy mondjam, egy sportszerű kifejezés, ő erre gyúrt 25 éven át, óriási pénzekért megvette az aténi, a bukaresti, a nagyszebeni, a velencei, nem tudom milyen levéltáraknak a ősére, amiről szóba került, tehát, mert ennek a ifjú Nyámesni Mihálynak a szépapja azonos Alexandru Ipsilanti, a legkiváló fanariót a fejedelem, jobb kezével Eliades Manassisszal. Tehát így kapcsolódnak egymáshoz a szálak. Tehát, hogy ifjú Nyámesni Mihály a teljesen elfelejtett és elfelejtetett, egyébként elég nagy horderő Temesvári Levente pernek az egyik főszereplője, szegről végről leszármazottja a leghíresebb fanariota fejedelem, legképzettebb, legnyugatosabb főemberének, annak a rokona. Tehát így kapcsolódnak a szálak, és hogyha az ember Bukarestben beosztott diplomata,
tehát kulturális tanácsos voltam. Jeszenszky Géza, jelenlévő Jeszenszky Géza kérésére, illetve hát mondjuk én döntöttem el, de ő elfogadta. Zárójelben a csúf neve Jeszenszky komisszár volt, amiből olyan sok nem volt igaz, de mindesetre ezt ragasztották rám. És én voltam a rendszerváltás a bukaresti nagykövetségen. Tehát én kaptam egy Antal József kabinettjéből egy ilyen pecsétes, nem tudom milyen cirkalmas levelet, hogy legyek szíves ezt a Temesvári Levente per című dolgot, ezt dolgozzam fel. És én beosztott diplomát a Bukarestben, és tudják, akik itt vannak, vannak itt, hála Istennek, külügyes kollégáim is, hogy az ilyen kérés az nem kérés, hanem az parancs. Tehát nem volt mit tennem, nekiestem. És nagyjából feldolgoztam, most nem ide tartozik, mert nem ez a fő téma, de lényeg az, hogy akkor meg kellett csinálnom az Eliades Manassisnak is a családfáját, meg egyebeket, és akkor még jobban belekeveredtem ebbe a Fanariota témába. Tehát úgy alakult a dolog, hogy akaratlan, ennek lettem a szakértője, és ráadásul van egy harmadik mozzanat, ami szintén ide tartozik, hogy az első igazi témám a Kossuth emigráció román kapcsolatai volt, és ott is feltűnt nekem, hogy nem értettem, hogy lehet az, hogy az én tudatomban is, mint erdélyi vagy bárcsőmi magyarban, a románok eléggé, vagy egyáltalán ezek a klisék egy kicsit a magyar kultúránál, vagy tehát a magyar nimbusznál egy kicsit alább szereplő, vagy kevesebb presztízsel rendelkező képződmények, hogy lehet, hogy és ezt a dokumentumokból ki tudtam hüvelyezni, hogy minimum egyenrangúak a Klapkával, meg a többiekkel, Kossuthékkal. És akkor esett le a tantusz, ahogy ezt mondani szokás, hogy hát azért, mert persze hát ők a román diplomácia, meg a román nemzettudatnak a képviselői, de ha kicsit megpiszkáljuk a családfájukat, akkor kiderül, hogy 80-85%-ban görög származásúak. És akkor itt most álljunk meg, ez már a következő lépés, amire nem olyan régen jöttem rá, és ez a Osváth Györggyel való szakításomat is eredményezte, sajnos meghasonlottunk halál előtt. Mi a görög? Hogy egyrészt mi az, hogy görög, és kettő az, hogy én is tévedtem, hiába írtam nem tudom hány monográfiát erről, mert a dolog még bonyolultabb, tehát román szempontból is bonyolultabb, mert az, akiket mi görögöknek, és a korabeli Kossuth emigránsok is, például Veres Sándor, Bukarestben élő földmérő, akinek a Románia története című kézőre, tehát most fogom tudni 71-72 éves koromban végre sajtó alá rendezni, és az ő feljegyzéseiből lehetett először igazán reális képet alkotni a havasalföldi és a moldvai birtokviszonyokról és egyáltalán a közállapotokról. Tehát kiderült, hogy az, akiket ő is görögöknek ír, tehát ezek a havasalföldi kisvárosok és kikötővárosoknak a népe, hát görögök úgy, hogy görögül tökéletesen tudnak, meg görög iskolában jártak, de ha megkapaljuk, és ez most történt meg az elmúlt 3 évben, és ez a egyik, valószínűleg egyik fontos, román szempontból is fontos mozzanat a könyvnek, nem görögök, hanem macedorománok. Az, hogy mi a nemzet, és hogy hogyan soroljuk be az egyes politika csinálókat, vagy a nemzettudat épületében alapkőnek tekintett személyeket, köröket nemzeti szempontból, az valóban lehet, hogy nem mindenütt a megszokott 19. századi francia, vagy német, vagy magyar mérce alapján határozható meg, különösen nem a Balkánon. Térjünk még vissza erre, de kanyarodjunk vissza egy kicsit előtte még a Fanariótákhoz. Tulajdonképpen tehát adott egy olyan
társasága 16-17-18. Században a világ egyik hanyatló, de azért igen erőteljes, komoly birodalmának, az Oszmán Birodalomnak a középpontjában, amely egyfajta megkerülhetetlen szerepet tölt be ennek a birodalomnak az irányításában, dacára annak, hogy a korábbi legyőzött birodalom elitjéhez köti magát identitásában, tehát mégiscsak egy elvileg veszélyforrásnak is tekinthető, hogyha nemzetállami szemszögből néznénk tévesen az Oszmán Birodalom hatalmi struktúráját, akkor akár veszélyforrásnak is tekinthetnénk a fanariótákat az oszmán igazgatásra. Mégis egyfajta fanarióta szimbiózisról beszélhetünk, és ez a fajta egymásra utaltság, ami a fanariótáknak az egyházi pozíciói, közigazgatási rutinja, pénzügyi hatalma, később említettem, igen, közigazgatási tapasztalata révén az oszmán udvar környékén van, ez egy csoport kohéziós erőt is teremt, és Pipidit említetted, Borsi Kálmán Béla professzor úr könyveiben önálló könyvek vannak elrejtve a jegyzetekben. Én most szintén egy jegyzetből idézem az egyik. Elég baj az nekem, de ez most nem ide tartozik. Az olvasóknak annál izgalmasabb. A fanarióták a közszolgálatban és az ortodox egyházban betöltött vezető pozíciójának volt bizonyos csoporttudatképző szerepe a román nemzettéválás történetében. Mi ez a csoporttudatképző szerep? Hogyan kell elképzelni egy állítólag görög elitnek, egy állítólag dák társaságra való hatását? Hát ez mondjuk nagyon nehéz, de én ebben most nem mennék bele. Bízunk a román történész kollégákra, tehát én csak annyit mondanék, hogy azért van ez a kacifántos alcíme, egy állameszme etnogenezise, mert ez pont erre utal, amire kérdeztél. Tehát akik itt vannak, azok tényleg a többségükben azért van fogalmuk a román történelem fejlődésről. Tehát nekem alapvető tapasztalatom román történelemre specializálódott magyar historikusként, hogy az ember akárhova nyúl, csak elvaratlan szálakat, csak problematikus fejtegetéseket, csak, kritikailag nehezen elfogadható nézeteket. Tehát az egész, tehát mindig, tehát olyan nyúlós az egész. Tehát olyan megfoghatatlan, olyan homályos, és ezt ők maguk is mondják magukról. Az egyik leghíresebb és legjobb román történész, tegyük hozzá, George Brătianu, aki nem más, mint a Nagy Románia egyik atyának, a Ionel Brătianunak a természetes, vagyis házasságon kívül született fia, és azért viseli mégis az apja nevét, mert proforma elvette feleségül azt a hölgyet, aki egyébként fanarióta származék, az egyik leghíresebb fanarióta család, a Moluzzi, a trapezunti származású Moluzziak, akik óriási szerepet játszottak a mind a két fejedelemség és különösen Moldva történetében. Egy ebből származó, nagyon csinos Maria Moluzzi. Tehát magyarán Gheorghe Ion Brătianu is fanarióta származék, amiről nem tud talán még a román történetírás nagy része sem, nem hogy a magyar, de arról meg még kevésbé tud rögtön, hogy lássuk, hogy milyen bonyolult az élet. Ez a Gheorghe Ion Brătianu kis fiú korában a család, mert a Maria Moluzzi első férje, Alexandru Ioan Cuza, a kis egyesülés, az 1859-es kis egyesülésnek mondja a román történetírás, tehát Havasalföld és Moldva egyesülésének, egyesítésének és diplomáciai elismertetésének a főszereplője, és így a román nemzeti panteón egyik figurája. Na most, hogy kapcsolódnak a dolgok egymáshoz? Neki volt szintén házasságon kívül született fia, aki, hát epilepsziás és egy kicsit gyengelmélyű volt, elég hamar meg is halt. Na mindegy, de azért a Ruzsinoasa nevezetű birtokot, amely Báku környékén van, Moldvában,
azt használatra megkapta ő is, és aztán az özvegy is. Tehát Jon Georgi Böttyán ott ütötte a gyermekkorát. És mit gondolnak, milyen dajkája lehetett? Csángó bajtája volt, tehát magyarán, ezt nem tud, talán még Makai Lászlóék se tudták, tehát neki semmiféle nehézséget nem jelentett a magyar források, tehát az erdélyi és középkori magyar forrásoknak az ismerete. Tehát ez csak azért mondtam el ezt a intim pistáskodásnak tűnő részletet, hogy mennyire összefonódott a legváratlanabb helyzetekben a magyar és a román nemzetfejlődés és történetírás. Na mit akarok ebből kihozni? Tehát csupán annyit, hogy akárhova nyúlunk, a fandaliótákhoz nyúlunk, és ez az egészen különleges képzéséhez nyúlunk, amely szerintem, ez csak egy érzés, tehát intézmény történetileg, vagy szociológiailag is, hogyha most csak 25 vagy 30 éves volnék, valószínűleg nekivágnék, tehát ez akár világtörténelmi méretekben is egy hihetetlen érdekes valami, hogy egy nagyon alacsony származású, mert ezek mind kereskedő származékok voltak, tehát ilyen, ahogy ebből az idézetből is kiderült, tehát itt szó se volt a bizánci arisztokráciából való származásról, talán a kantakuzinóknál mutatható ki valami, de a többségnél nem, tehát a leghíresebbek egyik, ez az Ypsilanti-nak az ősei, azok trapezunti szörmekereskedők voltak, és úgy jutottak Konstantinába, és a többiek is mindenféle ilyen tehát általában kereskedők voltak. És akkor a vizsgálatokból pedig kiderült, a sajátomból is, meg a szakirodalom alapján is, hogy nem csak, hogy nagyon alacsony származásúak voltak, de többségükben, de még az sem biztos, hogy görögök voltak. Tehát itt is felmerül annak a gyanúja, több esetben én magam is végig zongoráztam, hogy bármilyen hihetetlen, ők is macedó-román származásúak voltak. És így jutottam el a macedó-románokhoz, akikről szinte semmit se tudtam, azon kívül, hogy, és megint engedjenek nekem egy önéletrajzi betétet, hogy az ember, aki engem 1971-ben nem futballistaként, mert korábban futballista voltam, a futballista pályafutásom csődbe jutása után fölfedezett, mint műfordítót, az egy macedó-román ember volt, akit én románnak gondoltam. Úgy hívták, hogy Belia György. Fogalma se volt, csak most 70 éves koromkor jutott eszembe, hogy hát persze, hát ő nagyszebedi volt a papa, és aztán, hogy olyan régi, jó, hát nem, ezt nem akarom minősíteni, de mindesetre egy idő után megunta az orosházi magyar nemes családból származó első feleségét, tehát a Belia György édesapját, és egy fiatalabb román nő kedvéért Bukarestet választotta a második otthonául. Na, mindesetre azt akarom mondani, hogy a macedo-románok, hogy itt tehát a magyar kultúrában is, tehát most mondok néhány nevet, mindenki ismeri, a Gosdú házról hallottak, ugye, vagy a szinabárokról, vagy a mocsonyiakról, és a bánsági nákókról. Hát ezek mind macedo-románok voltak. Tehát kiderült, hogy itt megint egy titok lappang, akik persze a magyar szakirodalomban is úgy szerepelnek, mint a görögök. Tehát a magyarországi görögök, és elvétve voltak közöttük görögök. Tehát ez a, ha van valami új ebben a könyvben, és azt gondolom, vagy legalábbis remélem, hogy a román történetírás is fel fogja fedezni, majd halálom után nyilván, mert ez nem fog bekövetkezni most, akkor rá fog jönni, hogy hoppá, tehát itt újabb finom összefüggések vannak, és még jobban összefonódik a amúgy is hihetetlenül összefonódott magyar és román történelme. Tehát erre ennyit tudok mondani. Ja, és még annyit, hogy ha nincs Osváth György, akinek, mint kiderült a szép apja,
Eliades Manassis, akkor én se a Temesvári Levente pörrel nem foglalkozom, és még kevésbé nem foglalkozom a fanariótákkal. Tehát ezt, hogy úgy, én egyébként csak egymás között mondtam is neki, és nagyon tetszett neki, én úgy hívtam őt, nagyon jobban voltak egy időben, hogy te vagy az utolsó fanarióta. Most mondjuk, mert valóban genetikailag, vagy génjeiben hordozott valamit ebből a tudásból, amiről a könyv szól, hogy hogyan lehet, mert ez egy művészet, mondjuk az átlagosnál nem túlságosan nagyobb képességekkel, hogyan tudja valaki a környezetét uralni, mindenfélét elhitetni vele, elvárni másoktól, és méghozzá sikeresen, hogy az ő karrierét egyengesse, hogyan tud dolgokat intézni, hogyan tud elképzeléseket, célokat megvalósítatni másokkal. Tehát én véletlenül egy ilyen fanariótával kerültem össze, akiről azt hittem, semmit sem tudtam róla. Tehát úgy beleestem, mint ahogy mondani szokás, a légy a levesbe. Tehát ezeket a, már itt elmondtam 4-5 szálat, ezeket kellett valahogy nekem összeraknom. És hát, ha amennyiben ez sikerült, vagy nem sikerült, ezt nyilván az olvasó majd eldönti, annak a végeredménye ez a könyv. És köszönöm a tapsot, nem biztos, hogy megérdemlem. De itt el kell mondanom még egy dolgot, hogy ez egy élő történelem is. Mert hogyha én futballozás közben, mert sajnos még mindig futballozom, 2014-ben nem töröm el a bokámat futballozás közben, és nem kerülök a sportkozás sürgősségi osztályára, és nem hoz össze a sorsa jelenlévő dr. Széplaki Attila, akkor még csak 36 éves fiatal sebésszel, aki tökésen rendrakta a lábamat, tehát ugyanúgy tudom használni, mint hogyha 25 éves volnék, akkor nem tudom meg azt, amiről én már hallottam román szakos egyetemistaként, hogy a két nagy román szakos nyelvészünk, Tamás Lajos professzor, és Gárdi László professzorok, akiknek az óráira én még jártam, és azért odafigyeltem, bár nagyon fáradt voltam az edzések miatt, de felhívták a figyelmet egy dologra, hogy ők semmiféle magyarázatát nem tudják annak, és a román nyelvészek is se, hogy miért van az, hogy az erdélyi és a moldvai román családneveknek a döntő többsége, 80-90%-a, Ánu, Eánu, Iánu végződésű, míg a zolténiai és a főleg a munténiai, meg a dobrudzsai román neveké pedig Eszku vagy Ku. Tehát, hogy erre nincs magyarázat. És én ezt megjegyeztem 21-22 évesen, és hát mivel a sebész doktor úrral sűrűn kellett találkoznom mindenféle kezelés és utókezelés közben, hát kiderült, hogy neki, aki Kolozsváron végezte a orvosi tanulmányait, románul gondolom, illetve hát biztos vagyok benne, tehát következésképpen anyai fokon tud románul, és hát mozgékony fiatal ember, még most is hála Istennek, tehát ő fogta magát, beült az autójába, és ellátogatott Tesszáliába, a Pindosz-hegységbe, Albániába, Macedóniába, és feltűnt neki egy jelenség, amit megosztott velem, hogy az olimposz hegységi románok, amikor azt akarják mondani, hogy én vagyok, Jeuszunt, vagy Jeuszunt, akkor nem azt mondják, mint a legtöbb az északi románok, és mint kiderült a macedón románok, vagy a románok is egy elég nagy része, hogy Jeuszunt, hanem azt mondják, hogy Jeuescu. És akkor ennek utána néztem, én nem vagyok nyelvész, tehát nem 100%-os, amire utána mentem, de egy elég szívós ember vagyok, és talán egy kis fantáziám is van. Tehát akkor végignyáloztam a nyelvészeti szakkönyveket, és kiderült, hogy az olimposzi románok, azok a Pindosz-hegységből származnak. A Pindosz-hegység pedig, amelyik most Görögország és Albánia között fel van osztva, tehát ez a
ez az epiruszi despotátus is korábban az ókori epirosznak a területén fekszik. Tehát itt volt Magna Valachia, tehát Nagy Oláország, tehát a balkáni románságnak az egyik fő fészke. És egy egészen friss tudományos felfedezést is sikerült beledolgoznom ebbe a könyvbe. Egy beszarábiai származású, tehát nem Kotovescu, hanem egy Kotovianu nevezetű fiatal román történésznő, aki gondolom Széplaki Attilával lehet egy idős, tehát olyan 40 körüli most. Elképesztő kutatói munkával és invencióval kimutatta, hogy a román írásbeliség kezdeteitől, tehát a kancelláriáknak az iratanyagát ószláv, majd újgörög nyelven átbogarázta, és 4000 családnevet gyűjtött ki. Hát főleg apa nevet, tehát az apai ági leszármazás volt divatban, és kimutatta, hogy ezeknek a 80-85%-a epiroszból származik, vagy ha nem, akkor is a mai Romániához és főként Havasalföldhöz közel álló földrajzi vidékekről származnak. És akkor már nem volt olyan nehéz kideríteni, hogy azok is, akik mondjuk egy bulgár városokból kerültek át aztán Havasalföldre és Moldvába, azok is, azoknak az ősei is 2-3 nemzedéke korábban szintén epiroszból, tehát az albán-görög határvidékről származnak. És akkor, és ezt úgy tudta tovább gondolni, hogy sikerült kimutatnia, hogy azok a egyházi alapítványok, kolostori javak, meg úgynevezett felajánlott pénzek, amelyeket a bizánci ortodoxia jegyében egymás támogatására utalnak át, vagy küldenek el, azok ugyanezekre a helyekre vonatkoznak, ahonnan ezek a jövevények jöttek. Tehát elképesztő felfedezést tett, de csak óvatosan, és ami a legfontosabb, hogy ez egybeesett az én Kossuth emigrációs iratanyagom, tehát Veres Sándornak a kéziratából kihőjezhető dolgokkal, aki megállapította, hogy a román bolyárságnak a 10%-a se román, és a kisvárosok lakóinak is legalább 60-70%-a görög. Tehát tulajdonképpen nekem sikerült, mivel én magyarul is olvasok, ellentétben Lidia Kotovánuval, hogy itt valami titoklappang, amelyre a román történetéles egyszerűen nem figyelt fel, illetve Kotovánu felfigyelt, de nem mondta le belőle azokat a következtetéseket, mert ő csak 40 éves és Bukarestben él. Én viszont 71 vagyok és Budapesten élek, tehát és akkor a PPD-nek a jövendőlését megvalósítottam, akkor levontam én a következtetés helyettük. Köszönjük szépen! Hölgyeim és uraim, hogy talál két tökéletes zárszó után is, hadd ajánljam figyelmükbe ez a reklámhelye, hogy talál egymásra ez a görögnek nevezett aromán vagy macedoromán társadalmi közeg, amely felszivárog a görög vidékekről Havaselvére és Moldvába, hogy talál egymásra ez a fanarióták által képviselt politikai meggyőződéssel, állam- és nemzetépítő igyekezettel. Arról szól ennek a könyvnek az első része, a befejező két esettanulmány pedig azt mutatja meg, hogy fanariótának lenni, tehát az Ypsilanti család fejedelmi karrierjéről és a Manassi család magyar bárói és értelmiségépítői karrierjéről szóló két zárófejezet pedig azt mutatja meg, hogy a fanariotizmus az tulajdonképpen az identitás továbbadásának, a tradíciónak volt az egyik formája. Tehát származási vagy társadalmi besorolás szempontjából teljesen vegyes közegből jövő, mégis azonos tudatú vezető réteget teremteni, ezt évszázadokon keresztül fenntartani, majd erre ráépíteni egy zseniális gondolati fordulattal, vagy hát eredeti gondolati fordulattal a Bizánc visszaépítésének gondolatából áttérni arra, hogy építsünk egy új országot, Nagy Romániát. Ez a román nemzetépítésnek és nemzettudatnak számunkra is óriási tanulságokat hordozó
titka, ahogy tanár úr fogalmazta, és hogyha közelebb kerülünk ehhez, esetleg éppen az emlegetett Trianon centenárium ürügyén vagy kapcsán, akkor talán azt is megérthetjük majd, hogy miért nem vette figyelembe a nemzetközi közvélemény és diplomácia a román gyulafehérvári népgyűlésnél 30-szor nagyobb kolozsvári magyar nemzetgyűlésnek a szándéknyilatkozatát Erdély Magyarországhoz tartozásáról. Mit nem vettünk mi észre, ami 200 éven keresztül formálódott határainktól keletre, és most már határainkon belül van. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak minket. Én is még utoljára, mivel mindenki megköszönte a figyelmet, tulajdonképpen azt javasolnám, hogy a pohár bor mellett folytassuk tovább a beszélgetést. Nagyon köszönöm a figyelmüket, és nagyon köszönöm Bélának és Arató Györgynek a rendkívül elmélyült szavait. Egyúttal azonban ki kell fejeznem mélységes csalódásomat, mert én azt hittem, hogy a Béla nem Osváth Györgyön keresztül jutott a fanariótákhoz, hanem futbolista múltjából egy esetleges Ferencváros Fenerbahce mérkőzés lehetett, ami e város negyed felé terelte a figyelmét. A sluszpajét még engedjék meg, hogy lássák, hogy a véletlenek mire képesek. Tehát a Malaszti családban, és ezt valamelyik mottóban is idézem, a Malaszti család egyik leszármazottját úgy hívják, hogy idős Zlinszky János, aki 2015 nyarán sajnos szintén jobblétre szenderült, és emiatt rám hárult egyedül, ő volt az egyetlen a családban, aki értette a történelembe. Tehát ő egy híres alkotmányjogász, és ő valóban egyedül ő értette azt, hogy én miket csinálok itt ezekben a már korábbi családtörténet egyéb dolgaimban, de sajnos meghalt, és akkor így gyalútlanul felajánlottam, hogy hát ha meghalt, hát Isten nyugosztalja mindenkire, ez a sors vár, de hát akkor ha úgyis benne vagyok, én megcsinálom, akkor helyette. Az öreg úr helyette. Tehát az egész manaszti irathagyatékot, mert elfejtettem mondani, hogy a Magyarországon legismertebb ága ennek a... Én azt hiszem, hogy a következő könyvet most még nem mondta nekünk. Hogy... Szó sincs róla. Tehát, hogy a Malaszi Margit, az ükunoka, az egy jó nevű magyar írónő lett, Herceg Ferenc köréhez tartozott, és itt egy kitűnő naplót, a temesvári hölgy volt, temesvári pályaudvari hölgybizottság vezetőjeként, tehát óriási szerepe volt a hadirokkantak, sebesültek ápolásában, és hát ennek egyik leágazása a Levente Per. Tehát ő egy kitűnő, Villámlik messziről a címe, most adták ki megint nemrég. De kiderült, hogy a hölgy, aki 70 éves korában halálozott el, 1922 után, vagy 21 után, miután Magyarországra költöztek, a maradék Magyarországra, ő tovább írta a naplóját, és olyan pekje volt, hogy beleszaladt a II. Világháborúba is. És azok a napló részletek nem kevésbé érdekesek, és akkor, hogy a Osváth Györgynek halál előtt az volt a kérése, akkor ezt most már az egészet meg kell csinálni, és akkor csináld meg, és akkor most már írjál a fanariótákról is, a többi. Na és akkor, hát nagy nehezen megcsináltam, és akkor egy sluszpoén, hogy amilyen szerencsém van, a kutakodás közben 2017. januárjában Jorga, egy Románia története 8. kötet, 7. lapai jegyzet egy görög kéziratra hivatkozva közli, hogy egy Eliade nevezetű házi tanító lakik az Ypsilantiak nyári rezidenciájába. Egy Ilie nevű házi tanító. Didaskalos görögül, vagy Daskalos. És utána véletlenül takarítás közben levertem egy 1944-es poros román levételi közleményeket, abban pedig találtam, mint hogyha a sors akarta volna, hogy én ráérök, hogy miről van szó. De a lényeg az, hogy megtaláltam a úgynevezett görögőst, amire a családi legenda épült, tehát hogy mi görögök vagyunk, és vannak ilyen idők, és kiderült, hogy
Hát sajnos egy macedo-román kis házitalitóról van szó. És a család rögtön szakított velem. Itt a Struszkor. Köszönjük szépen. Itt a történetírás. Akkor valóban most már jöhet a kocintás. Nem szabad a polcokat leporolni.